Nagyon sok szeretettel köszöntök itt mindenkit, örülök, hogy ennyien elfogadták a meghívásunkat, és szeretném bemutatni Görögi Bolyát, akinek megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát szeretnénk, hogy egy szép előadást tartaná itt a protokollról. Igyekszem, köszönöm szépen. És az, hogy pár órát beszéljek, az nekem csak egy álom. Mert én egy egész napot szeretek beszélni, úgyhogy most ehhez képest másfél óránk lesz, úgyhogy van túlságosan sokat nem fogok tudni, mint amennyit szeretnék, de majd igyekszem. Annyit mondanék el magamról, hát hogy hány kiló, meg hány éves, azt most nem firtatjuk. De azt elmondanám, hogy miért merek én foglalkozni ezzel a témával. 87. januárjától 99. március közepéig miniszterelnöki protokollfőnök voltam. A 12 év, 2 hónap, 12 nap alatt 7 miniszterelnököt szolgáltam. Nagy volt a fluktuáció akkor. És 99 ősze óta foglalkozom felnőtt képzéssel, és szerencsére nagyon sok felé hívnak, és nekem annyira öröm, hogy kíváncsiak erre az emberek, mert ez pénzre váltható, higgyék el nekem, itt vállalkozok. Van egy hiper-szuper termék is, minden olcsón előáll, hogy el akarja adni, és jön egy francia megvenni. Leülnek, és a francia látja, hogy a vele szemből a magyar férfinak, ahogy is föl van téve a lába, az okni meg a nadrág közt ki van a bokahúsia. Följebb néz. Mit lát, hogy nincs begombolva az ink, hanem ez a kigombolt ink lehúzott nyakkendő, ez a letolt gatya. Na, akkor már verejtékezik. Akkor elmegy egy kolléganő a folyosón papucsba. Azt mondja, itt is laknak, tessék? És akkor már nagyon rosszul van. És ha a munkaebédnél ez a magyar fogja magát és belevág a halba a késsel, mint a bécsi szeletbe, ez a francia föláll és elmegy haza. Mert olyan sok mindent látott, ami nem az európaiság, hogy már a termékbe sem bízik. És hogy európaiság, ez itten a kulcs szó, hogy az európaiság az, amit mindenki tud, ez rakódik több száz éve ide a májtól balra, az is tudja, aki nem tudja. Akkor a kocsmában a két fél részek fölkönyököl, szociálisan alul kultúrát, és a másik leköpi a tökmagot, azt mondja, figyeld már, ez milyen bunkó. Az, hogy ki a bunkó, az is tudja egyébként. És az európaisággal, tehát ez a rendezelt, nemzetközi szinten is ez számít rendezőernek, tehát erre próbál, ezzel vagy nem használom, vagy valamit csinálom, ez borzasztó zavar ez az úgás. Nem? Legalábbis én megsüketőleg, igen, igen. Valahogy nagyon bezúg ez itten. Magához közel vagyok? Nem, ja, jó. Félreértettem. Jó. Na, az európaisággal kapcsolatban van egy az amerikaiság. Már az egész világon mindenki amerikai, az tuti. Már Hongkongban is zsebbedugott kéz, rágógumi, ugye előgum és baseball sapka. Hát nem tudom, de lányok, megáll velünk szemben egy férfi zsebbedugott kézzel. Ráadásul így profilból. Nem megindul bennünk, hogyha velem beszélsz, vedd ki a zsebedből a kezed. A rágógumi, ebben meg kérem szépen manifesztálok a kultúrák közti különbség, mert Amerikában azt mondják, hogy pH értéke van, meg tisztítsa, ugye kétsével, mert ikesige, de az európaiság nem, és azt mondja ez a belső hang, hogy aki beszél, az nem eszik. Tele szájjal ne beszélj, gyerekem. És akihez beszélnek, annak se illik enni. Egyszer egy banknál voltam, és gyülekeztek, több városba jöttek a képviselők, és gyüleggel volt, ki volt téve a reggeli, hát nem szalámi zsemle, hanem ugye a bank, lozotsz, meg ilyenek. És asztaloknál ültek, és egyik férfi fölpakolta, és ment az asztalához, mondom, igyekezzen gyorsan megenni, mert nem sokára kezdek. Azt mondja, ő közbe szokta, mondom, most nem fogja. Hát milyen dolog az? A fogalmakról nagyon keveset, a viselkedéskultúra az a napi kommunikációnk szerves része, az reggel, délben, este mindig van, a grófiknál még éjszaka is. Ezt minden népcsoport, minden kultúra magának alakítja, hogy azon belül hogy kell kommunikálni. Hogy sokszor egy faluba is másképp kell köszönni. Európaiság mit mond, ahol megyek, ott alkalmazkodom. Tehát el kell mennem egy olyan, ami nem európai gyökerű ország, akkor nyilván abból az országból fölkészülök, hogy ott mit szabad csinálni, mit nem. Azért, hogy befogadjanak, mert akit nem fogadnak be, az nem tud sikeres lenni. Hát erre nem akartam elmondani, de már annak kívánkozik belőlem. Ez, hogy beilleszkedni és sikeressé válni, ez azért nagyon nehéz most, mert ugye a gyerekeket már 15-20 éve úgy nevelik, hogy a gyermeket nem szabad fegyelmezni, a gyermek egyénisége teljesedjen ki. Na, ez teljesedik, bontakozik, belép az életbe, azt mondja a cselédség, hol van?
A felelőszülő pont azt adja át, hogy köszönj gyerekem, ha belépsz. Egyéniségettől nem sérül meg, de egy olyan konvenció halmaz sajátít el, ami alapján majd befogadják azon a munkahelyen vagy bárhova megy. Na jó, van, visszatérlek a témámra. Az etikett az, a nap, az etikett az nagyon ceremoniális. Hétköznapi etikett nincs, be lehetne pusztulni. Egy esküvői ceremóniának etikettje van, a lakodalomnak megviselkedés kultúrája. Hát egy darabig. A protokoll az meg számomra azért izgalmas, mert a protokoll az egész világon egyforma. Bárki bármilyen kultúrából jön, egy szinten már egyformán kell viselkedni nemzetközi együttműködésben, diplomáciában, mert hogyha valaki valamit nem jól csinál, annak is jelentése van. Tehát azért nagyon izgalmas a protokoll, mert a két ország nagykövete nem fog egymással között, akkor a két ország háborús állapotban van, tehát jelzések. És erre nagyon-nagyon jó példa az állami jelképek használata, amit egyébként törvény szabályoz, alaptörvényben benne van, plusz a piros-fehér-zöldet erkölcsi védelem illeti meg. A piros-fehér-zöld nem érhet le a földre. És mit látok? Szalagátvágás. Most mindenki szalagátvág. Ez egy ilyen népbetegség most szalagát. Nézem a tévébe, uszoda átadása, a medence hosszába föltéve a szalag, és ott állnak 27-en, hogy egy darabot van, én is már levagok, hogy darabot van. Hát mit csinál vele utána, nem tudom, és a szalag vége meg leesik a földre. Szalagátvágásnál első teendő, hogy a két végére rászervezek egy-egy hosszú szőkelábút, aki elkapja azt a szalag véget. Az nem érhet le a földre. Vagy a zászló kihelyezése tipikus. De járom az országot nagyon sok felé, és nagyon-nagyon sok helyen rosszul van kitéve. Azt tudja mindenki, hogy a protokollban a jobb oldalam a főhelyem, tehát jobbomra veszem, tehát a magyar zászló jobbján. De nem úgy, ahogy látom, hanem én vagyok a magyar zászló, így jövök ki a falból, és nekem a jobbomon jön ki a másik. Egyébként pedig, ha több zászló van, akkor a magyar zászló az mindig középen van az adott országban, az ország zászlaja. És az állami jelképekkel mit tudnak csinálni? Hát, ha itt jól megnézik, ez egy valami egyetemnek a megnyitója, ez konkrétan itt egy mexikói zászló. Hogy aki ezt felhúzta, nem nézte meg, hogy mit húztam föl, gyerekek. Ez nagyon jó példa arra, hogy ha már egyszer csinálok valamit, miért ne csináljam jól. És hát ehhez meg nem mondok semmit. Ez így szép, ahogy van. Valljuk be őszintén, ez így szép, ahogy van. Na, az európaiság indul a pozitív arc kifejezéssel, és nem az a jó üzletember, aki hanem a pozitív mérkel, mert azért kezdek el bárkivel kommunikálni, hogy meggyőzzem, rábeszélni, mert a pozitív célral kezdünk el kommunikálni, és ki az, aki engem meg tud győzni, akit előtte érzelmileg elfogadok. Nem kell ilyen big love, csak szimpatikus vagy nem szimpatikus. Bemegyünk lányok a boltba, ott áll két hentes. Egyik ilyen keskeny csipei. Szügyik ki gombolt. A másik egy kövér pirosorú bácsi, hát valljuk be, női gyengeség, hát még én is. A keskeny csipejűnél kezdem, hogy jó napot van, friss makaraj? Friss. Azt mondja az a kövér pirosorú bácsi, hogy szép asszony csokolom, nézzem már meg ezt a karajt. Reggel ez még röfögött csokolom, melyiktől vesszük meg? Tehát a pozitív az kifejezés, és az, hogy az technikai minimum. Persze nem jön magától, meg ezt nem lehet megvenni a boltba, otthon kell ezt elérni, és nem minden nap ébredünk úgy föl, hogy szerda van! Szóval ez nem egy ilyen földön túli öröm, de hölgyeim, uraim, akkor is szerda van. Mert így, vagy így, ez csak tőlem függ. Otthon kell elérni, nem könnyű, mondjuk én reggel 6-kor benézek a tükörbe. Kihívás, maradjunk ennyibe. Mert ha úgy hagyom magam, már otthonról minek jövök el. Mondok egy-két csodaszert. Zuhanyozás, dezodor, hát higiénáról hadd ne beszéljek, mondjuk büdös ember az EU-ban nem kap vízumot, mondjuk induljunk ki ebből. Utána a lányoknak van egy remek csodaszer, úgy hívják, hogy krémpuder. Aki nem szeret sminkelni, ne sminkeljen. De amikor összetörve, karikás meg ilyen, az ember ezt úgy szépen, vékonyan fölkeni, és kisimul az arc. Szemöldök. Szerintem ez a mikrofon nem kell. Én most döntöttem. Jaj, de jó. Tehát a szemöldök az a fiúknak is kell. Emlékeznek erre a brezsnyevesre? Miért kell a szemöldök? Mert mihelyt én a cégemet képviselendő lépek föl, abban a percben nem a férfi a győztes és nem a nő, hanem a tanult ember. A tanult ember meg hol jön ki? A homlokon. Gyengéim a kopaszodó férfiak, őszintén megmondom, hogy az ész helye, ugye. Vagy amikor karikatúrán látunk szőkenőt, most a szőkenő az nem hajszín, hanem állapot.
De bezuhan a haja, hogy hajam van, agyam nincs. Tehát minél inkább a homlok. Férfiak csodaszerem, mert a férfiak sem úgy ébrednek, mint a frissan vas őszipolack. Egész éjszaka interneteztek, vagy csapatépítés volt. Egy friss fejmosás, egy másfajta aftershave, és uraim, sokan nem fognak szeretni, de elmondom, hogy a tanult ember szerepben egy férfinek minden nap meg kell borotválkozni. Harcőrzet lássam mellette, hogy ápolja, mert van ez a műborosta, ami nem borostássá válik, hanem nyírja, vissza hamámat, tehát miért nem vágja le. Ez a műborosta egy nonverbális jel, ez a latin szerető. Ez a banderászék kezdték el, hogy nonverbálisan sugalják, hogy olyan éjszakán volt. Nem volt időm megborotválkozni. Én egy ilyen műborostársat meglátok, keresem ugye az aranykarláncot, mert szervesen összefügg, és nem mondok neki hosszú szavakat. Hát meg eleink, hát már 30 éve őket látjuk. Kállai Ferenc színművészünk mondta, hogy a férfiak, ahogy öregszenek, fejre híznak, olyan kammacska fejük lesz, és hogy bekammacskásodik, hogy ne látszódjon, ráengedi, hát ha majd a borostától nem látszik, és az az őszes, kopaszos, ilyen itt-ottam, hogy az abálcalonna idők. Persze lehet ez, hát annyira divat lehet ez, csak azt lássam, hogy az ápol, tehát nem megy le a szőr, amelyik a sajnag, az lássam, hogy az megvan körbe dolgozva. Egyenes derék borzasztóan fontos. A gerinc eleve is így pihen, mert így már feszül. És még egy, ami nagyon jó, lányoknak mondom, hát persze ki tudja, milyen világ van, jön az a férfi, hogy asszonyom, a szeme színe. Köszönöm. De a hajaszíne. Köszönöm. És van, aki neki megy harmadszor is, vagy az IQ-ja van 95 alatt, vagy már fáradt. Ha neki megy az a harmadik, hogy megkérhetem? Ezt talán most hagyjuk, jó? Köszönöm. Egyenes derék megemelt áll, és akkor abba hagyja. Csak mondom, hogy ez... Na, az ábra első része, első pontja, ez a fél méteres intim zóna burok, és nem szeretjük, ha valaki ebbe belejön. Amikor valaki úgy áll meg fölöttem, hogy mit ír? Rosszul vagyunk, nem? Hát a titkárnőjük mögött megállnak, így annak bere meg a keze, meg közel. Vagy közelebb áll valaki, akkor meg hátrálunk. Ő meg jön utánam. Ugyanis vagy szemhibás és nem érzi, vagy olyan kultúrkörből jön, erősen katolizáló vagy iszlám, ahol lesz szokás. Tehát ne hátráljunk, hanem rosszabb esetben egy ilyen félfordulat, de ami a szuper, egy A4-es mappa, erről majd még beszélek. Ez miért nagyobb van, hogy A4 írólap méret írni tud már értelmiség. Nagyon jó ki lehet használni. Vagy például be kell menni valahova. És az ember persze felnőtt, már megyünk, de azért van, amikor néha, hogy belénk szakad a madzom. Nagyon fontos üzletfél, meg kéne ezt kapni, mert nagyon jó, de hát most életemben először megyek hozzá. Jó napot kívánok. Mi ment be? Azt mondom a folyosón, hogy... Ez most nagyon kínos lesz, de nem baj. Demi Rózsi is megmondta, ma lesz a holnap tegnapja. Ez már mindjárt el fog múlni, mert okos vagyok, győzni jöttem, remek a termékem. Koppintok, benyitok munkahelyen, koppintunk és benyitunk, mert feltehetően nem magántevékenység folyik. Ha igen, azt meg úgyis megmondja valaki. Tehát koppintok, benyitok. Jó napot kívánok. Amíg ezt kimondom, meg kell keresni, ki a szobagazdája. Hát mondjuk a bejárattal szembe levő asztal a főtitkárnő helye, vagy ha csak egy van, akkor az, ahol éppen van. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Görög Ibolya vagyok, ezért meg ezért jöttem. Hát elejti a körömlakot, int, hogy menjek be. Ott már bemennek, ülnek áll, bemegyek, ülnek állnak ötön, hatan, kihez menjek oda kezet fogni. Erről majd még bővenben beszélek, de a lényeg, hogy amikor bemegyek valahova, mindegy, hogy férfi vagy nő, a fogadó fél nyújt elsőnek, mert én fogadlak téged. És ha bemegyek... És nem kell keresni, hanem akkor az A4-es mappán így razán rajta a kezem, jó napot kívánok, a megbeszélésre jöttem, és majd valaki nyújt. És akkor már benn is vagyok. Na, a kézfogás, ugye, minden, ja, és még a zónához annyit, hogyha nekem egy tárgyalóasztalt be kell rendeznem, vagy elnökségi asztalt, akkor a szék középtől a szék közepéig 70 centinek minimum meg kell lenni, mert ha nincs meg, hát tévében látunk egy elnökséget, hogy még én is, így ülnek körbe, és mivel nem fér el, mikor leül, átmegy ilyen kockacukor a dobozba. És átlagember ilyenkor mit csinál, ha nem fér el? Hátradől. Mert így már nem elnökség, csak beugrottam, mert sörre gyerekek. Akkor ülök az elnökségnél, hogy a könyöktől fönn van a kezem. Ezért kell ez a távolság. Étkezésnél meg a 80 centi, mert ugye a kezünk is jár. Nos, a
Mindenki, amikor találkozunk, első kérdés, hogy ki nyújt egy másiknak kezet. De ez nagyon nem az első, ez majd csak a harmadik lesz. Az első, kérem szépen, az a szemkontaktus. Aki nem néz rám, az nincs ott. Rá kell nézni. Jó napot kívánok. Amikor politikuskám megy a nép közé, és a következőt nézi. Én ilyenkor megszorítanám, visszanézel enged, mondom, most már mehetsz tovább. Tehát szemkontaktus, rá kell nézni. Vagy ha úgy ülök tárgyalóasztalnál, hogy hárman ülnek velem szemben, kire nézzek rá. Aki a kérdést föltötte, annak kezdek el válaszolni, de közben a többire is ránézek, hogy ne legyenek kirekesztve. Tehát szemkontaktus, rá kell nézni. Tehát pandémia is, ugye majd egy-két szót beszélek azért róla, maszkban lehet kommunikálni, napszemüvegben meg nem, mert rá kell nézni, szemkontaktus. Egyébként a szemkontaktusnak majd lesz még haszna, azt majd még megmutatom. És a második, amikor köszönés van, ugye köszönni kell. Találkozunk, köszönni kell. Na most a köszönés sajnos megy ki a divatban, mint a figyelték el, alig köszönnek ma az emberek, pedig egyszerű, aki belép, köszön. Belépek az Interspárba, köszönök. Belépek a liftbe, köszönök. És nem azért, hogy van-e, aki fogadja, hanem mert én köszönök, a többi meg a te dolgot. Belépek, köszönök. Egyébként a köszönésnél ugye a férfi köszön a nőnek, fiatal az idősnek, de rendszert ne csináljunk benne, az embereket meg kell tanítani köszönni. Hát ugye 7 miniszterelnök a kabinetről az 6-szor váltott, új kollégák jöttek és mentek a parlament folyosóin, mint a vakegér, én megmondom, köszönni csak kéne. Új fiatal kollega jön, én mondom, hogy jó napot kívánok, még vissza nem köszönt. Vagy ha nem fogadja, mert nem fogadja. 5-5-ször, 10-szer, 21-szer is ráköszönök. Legfeljebb találkozunk a büfébe, azt mondom, hogy na, ismerkedjünk már meg, próbáltam önnek köszönkedni, megengedni engem Görögi Bolyának hívnak. Embereket meg kell tanítani, köszönni kell. Viszont, ha az ajtót kinyitják a folyosóra, nekem a folyosón menvén ez nincs nyitva, nem kell beköszöngetni. Még bent dolgoztam, ott ültem, kolléganéni megáll, azt mondja, szia, itt vagy? Hát imádom ezt a kérdést. Amíg nekem nem szól ki, nem köszönök be, mert az az ő helyisége. Na most a köszönési mód, ugye a jó napot kívánok, az a természetes, és a jó napot az meg kevés. Jó napot, vegye le a kalapot, tolja le a gatyáját, és az kevés. Ha valaki, nekem úgy köszön valaki, hogy jó napot, ezzel a dallammal válaszolok, hogy jó napot kívánok, érezze, hogy azt hozzá kell tenni. Aztán a kezicsókolommal való köszönés, az a férfi, akit így tanított meg a papája, a nőknek kezicsókolommal kell köszönni, az a férfi már nem fog tudni ezen változtatni. Ugye ez a monarchiában kialakult tiszteletnek a nyelve. Csak uraim, látszik azon a nőn, hogy melyiket kell neki mondani. Tanult ember, aki nőből van, jó napot kívánok, hölgy, az meg a kezicsókolom. Ez két különböző nő, de meg el kell tudni fogadni mind a kettőt. És van egy elterjedt formáció utóbbi években, soha nem láttam, vagy idegenként bejön, azt mondja, hello. Na most ez meg nem egy magyar szó. Mondhatna az, hogy Zeller. De annak legalább van értelme. És a hello-ra a válasz, jó napot kívánok. Aztán vagy megérti, vagy nem, de nem érti meg. Na most a hello önmagában a tegezős üzemmód, tehát nem, jó napot kívánokkal, és ő elkezd engem tegezni, akkor probléma van, hogy a tegezésnek az az alapszabálya, hogy a tegezést visszautasítani nem szabad. Mert csendőrpertú miért nincs? Ő engem letegez, én meg visszamagázom, mi fog történni, hogy ez a vén izé, mit magáz, én meg hogy merez engem tegezni? És kettő vasbeton zuhan le. Tehát, hogyha ő tegez, akkor azt mondom, hogy a múltkor már tegeződtünk? Vagy hol is találkoztunk? Ezt se érti meg. Még tovább tegelsz, akkor az a, hát, szervusz, fáradjon be. Ja, bocsánat, fáradj be, foglaljon. Foglalj. Tehát eltévesz, most látványosan kijavítok minden egyes igét. Azt észreveszél, mert ha nem, akkor le voltunk tegezve. És utolsó, utáni lehetőség, hogy legközelebb megmagázom. A tegezésnél van egy alapszabály, hogy akit egyszer tegeztem, még élek tegezni kell. Egyszer egy hölgy hívott föl telefonon, hogy hát ők együtt járnak kártyázni 30 éve, és az egyik férfi nagyon elszemtelenedett. Nem tudom, mit csinált a bács. És ő már vissza akarna velem magázódni. Hát mondom, azt nem lehet. Az volt eddig, hogy szia Jóska, az lesz másnaptól, hogy szervusz József. No, az elég húzott. Na tehát, és akkor legközelebb megmagázom. A tegezéssel nekem az a bajom, hogy most általánosan elfogadottá vált, nagyon sok multicégnél és a cégen belül mindenki tegez. Na most a magyar, nálunk, a mi világunkban az alakult ki, hogy egy munkahelyen, sőt ágazaton belül a nők egymást tegezik, és a férfiak egymást tegezik. És ez, hogy most mindenki mindenkit, ez nagyon sok embert meggémberít, mert nem így. Egy 50 éves emberrel beszéltem, biztosítás üzletkötő, tanáremberből lett egyébként, és mondja, hogy
Ibolya, én ebbe belehalok. Én nem tudom azt a 30 éves kolléganőt tegezni, mert nem úgy nőttem föl. De most erőltetik a tegezést nagyon. Nyilván, hogyha az embernek van egy munkahelye, ahol ezt elfogadott, akkor nyilván azt, mint helyi szokást kell kezelni, és akkor be kell tartani. De a tegezésnél, amit tudni kell, hogy az csak a nő kezdheti el. Tehát nyilván, ha nők vannak, akkor az idősebb, ha férfi, az idősebb, de a férfi nő is, akkor csak a nő kezdheti. Tehát uraim, az, hogy tegezhetlek, ez már tegezve van mondva. Meg kell üzenni kolléganővel, szólj már neki, hogy kezdje el. Tehát a tegezésnek vannak ilyen kis... Azért fontosak ezek, mert ha valaki ezt eltéveszti, a másiknak rossz érzése lesz, és már kevésbé fog bízni benne. Na most, ha nem tegeződünk, akkor viszont magázódunk. Ön vagy maga, ugye ez mind a ketten nagyon merev szó, ön vagy na maga, pedig a maga az a szinten szóltásnál teljesen normális. Oda nyugodtan lehet tenni benne. Egyik tanítvány, egy hallgatón mesélte, egy egyetemista gyerek zongora művésznek tanul, hogy zongora órán azt mondta a tanárnőnek, hogy maga szerint ez most jó volt? És a tanárnő kiakadt, hogy mi az, hogy maga? Mondom, hát azért, mert a kommunikációnkban azt fordult el, hogy a tanárnő szerint ez most így jó volt? Tehát a rangját mondom bele, az ön és a magát nem kell beleszuszakolni, hogy és akkor majd ön látni fogja, hanem és akkor majd látni fogja. Meg egy másik. Nagyon sokszor megyek olyan céghez, ez a multi-level marketing, ez a lendolgozzá fönt keresi, hogy nézzem meg a honlapjukat, hogy mivel foglalkoznak, kinyitom, és tegezve van írva. Be is csukom, az nem nekem szól. A magázás szól mindenkinek. Tehát ez fontos dolog egy kommunikáció. Ha valaki mondjuk nagyon-nagyon fiatalokat lő meg, hogy a vevőinek az esetleg tegezheti, de általában, hát mit nem mondjak, van egy ilyen skandináv bútoráruház, ahova én egyszer mentem be, soha többet, engem egy áruház, ne tegezzen, csókolom. Valahogy én másképp nőttem föl. Na most az ön és a magáját legjobb, hogyha az embert megszólítjuk, hogy kell valakit megszólítani, ez nem automatikus. 90-ben, amikor rendszerváltás volt, kaptuk meg protokoll, tudjuk már meg, hogy az elvtárs-elvtársnő után mit kell majd most mondani, egy tekintetes, méltóságos, nagyságos, hát lehet, hogy most megint lesz, még nem tudjuk. Nyelvészeket, nyelvtudományit kérdeztük meg, a következő volt a válasz, ha a rangja megvan, megkönnyebbültünk, rangú rangasszony. Ebben nem lehet téveszteni, ez mindenkire jó. Nekem mondaná valaki az, hogy protokoll szakértő kisasszony. Hát föl nem merül. A rangasszonyban az asszony az nem azt jelenti, hogy volt-e már fiúval, vagy nem volt fiúval, hanem hogy nőből valósít tölti be a rangot, Nagy Éva előadó asszonynak. Ha nincs rangja, akkor lehet csak a név, mert ha rangja van, akkor a név az már lefokozás. Egyik reggeli tévedásunk van, az a kellemesen műveletlen Robert nevű műsorvezető. Bennült nála Varga Mihály pénzügymérés. Azt mondja neki a Robi, hogy azt megmondaná nekem, Varga úr. És a miniszter így kezdette válaszolni. Mert ő tulajdonképpen miniszter úr. Tehát ha rangja van, akkor nem lehet csak a név. Egyébként tegezni például, a tegezésben az a szerbusz igazgató úr remekül benne van, hogy lehet tisztelni tegezve is. Ha nincsen rangja, akkor lehet csak a név. Kovács úr, mondta az akadémia, és az akadémia azt mondta, hogy keresztnév és asszony, de az nem jó. Mi akkor mondjuk egy nőre, hogy keresztnév és asszony, ha a férjét ismerjük. Azt halljuk, hogy Anikó asszony, a Orbánné. Vagy Beja asszony, ugye, Beja asszony. Tehát akkor lehetnék én Ibolya asszony, ha nekem lenne egy gudus gazdag professzor férjem, szerencsére nincsen, és akkor a professzorné az Ibolya asszony, de a magam rangján Ibolya és magázás. A magyar nyelv eléggé himsoviniszta, nincsen Mrs. Brown meg Frau Schmidt. Ja, hogy mennyire himsoviniszta, ha egy nő most főz vasal, mit mondunk, hogy végzi a házi munkát, hogyha a férfi mosogat, mit mondunk, hogy segít. Na csak ennyi. Tehát keresztnév és magázás a nőknél, és hogyha még neve sincs, akkor lehet csak az uram asszonyom kisasszony, mert ha neve van, akkor már tudom a neve, akkor már nem lehet ez a lefelé menet. És minden nő lehet asszonyom, de nem minden nő lehet hölgyem. Ez most egy ilyen megint terjed, mint az influenzia. Hölgyem. Megőrülök, ha ma a nevemet tudja, akkor nekem ne hölgyem, ezen ma már van nevem. Meg ha egyszer kimondja, rendben van, de egy mondatban háromszor már nincs rendben. Meg a rendőrök, hogy a bűnöző hölgy háromszor tölt be. Meg a baltásgyilkos úriember, szóval szegénykeimnek, tehát nem kell. Honnan tudom meg valakinek a nevét, amikor bemutatkozunk, itt milyen problémák vannak?
Az aláfölé rendeltség, ugye az európai ságban a férfivel szemben a nő fölé rendelt. Mária kultusz, lovakor, minden benne van. Hát most van ez a gender, hogy nem fölé rendelt, nem. Egyetemisták, hogy mondom az egyetemista fiúnak, hogyha anyukáddal bemegy egy helységbe, és csak egy szék van, ki ül le? Azt mondja, hát az anyu. Hát mondom, akkor miről beszéltünk? Na, tehát a férfi kezdeményez, jó napot kívánok, Szabó Gáspár vagyok, és urak, nem nyújtja a kezét. A nő mondja azt, hogy jó napot kívánok, Görög Ibolya. Egyszerre hangzik el a két név, és nem értem, hogy mit mond. Egy darabig lehet ilyen, tudja ön, de lebukunk, és valakit rossz néven szólítani szörnyű sértés. A nevünk a miénk, mondja Szókrátész. Én már kaptam e-mailt, kedves Görög Zita, szeretnénk fölkérni protokoll. Hát nem értem rá. A másik, amikor kristálytisztán megértem a nevét, és ott el is felejtem abban a percben. Na most ilyenkor ugye az ember, mi lesz a kommunikáció célja? Találkoztunk, arrébb mentünk, nem érdekes. De ha nekem le kell ülni vele, el kell neki adni valamit, tehát van tétje, akkor úgy megyek oda, hogy Görög, figyelj, mit mond, figyelj. És mikor kimondja, akkor gyorsan kimondom, Bajzát úr. Jó napot kívánok, én Görög Ibolya vagyok. Egerből jöttek, Bajzát úrék? Egerben mi újság van, Bajzát úr? Mondogatom, hogy megjegyezzem. De ha találkozunk legközelebb, és nem ugrik be, akkor azt mondom, hogy azt hiszem, hogy tétényben találkoztunk a vállalkozóknál. Tehát elébe megyek, és a Görög Ibolya vagyok, és akkor ő is mondja majd még egyszer a nevét. Vagy bemutatom, mert aki bemutat, csak a rangját kell, hogy mondja, hogy új kollégánk, tanítványom volt, vagy ebbe a sörreklámba, hogy a lány, akiről már beszéltem, és akkor ő mondja a nevét, én meg fülelek, hogy milyen nevet mond. És van egy nagyon erős magyarátok, ez a Szabó Gáborné vagyok. Na most akkor Szabóné vagy Gáborné, hogy szólítsam. Asszonyom, nem lehet, már tudom a nevét. Ha Szabó Gábornét hallunk, akkor első mondatom, még mielőtt bemutatkoznék, az első mondatom, hogy szabad szólítanom Erzsébet. Köszönöm Erzsébet, én Görög Ibolya vagyok. És ha ő azt mondja, hogy Erzsébet, akkor nem Erzsike, nem Bözsike, nem Bettike, hanem Erzsébet. Egyedül ő mondja azt, hogy tudja mi, drága, szólítson Bubunak. Hát a Bece nevet, én az Ibolykától ugrok ki az ablakon, ahol csak vagyok. És munkahelyen ez a új kolléganő van, és jönnek a férfiak, hogy aranyoska, kedveske, mucuska, pucuska, csillagocska, virágocska. Az első mucuskánál meg kell állni, hogy bocsánat, Ibolyát, ha mondanak, megköszönném. 5 perc múlva jön, csillagocska, virág. Emlékszik, Ibolya? Kiírom, vagy kiragasztom, vagy akármi, de ha eltéveszti a nevem, akkor meg lemucuskáz, megutálom, pedig egy rendes ember, de a nevemmel játszott, tehát ilyen nincs. Na most a bemutatkozás-találkozás dolognál a készfogás is fölmerül, valóban bemutatkozásnál kötelező a készfogás, egyébként pedig ugye a szemkontaktus kötelező. De ez egy ilyen porosz bürokráciából átvett magyarátok, benn van 20 férfi, bejön a 21. Amíg mindegyikkel kezet nem fog, esik át asztalon, fotelen, nem nyugszik meg. És ilyenkor akik éppen beszélgetnek, vagy valaki, akkor most fölálljak, ne álljak, nem bírok a székre. Zűr van vele, odaintek, köszönök, és annyi. Hát állítólag van olyan főnök, aki minden reggel körben megy a munkatársakkal kezet fogni. Ez már, megint jön a főnök, várjál már, berakom a rúzsomat a fiókba. Nem az, hogy jó, várjál, mondani. Borzasztó zavaró, nem kell odainteni, köszönni, és el van tudva. Na, kitört a pandémia, egy keddi napon jött az, hogy nem szabad kezet fogni. És kíváncsi voltam rá, egy napra volt az EU csúcs. Na, mondom, a nagyok hogy csinálják. És Merkel asszony indult kezeket fogni, és az egyik férfi meg így csinált, és ő akkor kapcsolt, hogy nem kéne. És akkor helyette kezdték ezt a lábösszeütögetést, hogy nem estek hanyat. De szerintem megbicsaklottak ők is, mert abban maradt. Helyette ez a könyöklés jött, ennek van neve, könyök puszi. De én őszintén megmondom, direkt figyelem, én még embert nem láttam, aki ilyenkor ne röhögne föl. Ez a ilyen vicce. De az a könnyen. És ami meg most figyeltem meg, ez az ököl. Na most, nem tudom, itt kint nincsen vírus, de ezt hagyjuk. Most ha két férfi jön, és eltalálja, akkor azt mondom meg. De ma mellém megy, akkor nem. Meg nemrég voltam egy cégnél, és a aki fogadott engem férfi, jön felém így. Hát lányos zavaromba. Így csináltam, és akkor beleöklözök. Tehát az, hogy egy nő kezdje, ez borzalmas, hát elkezdhetetem. És még egyszer mondom, nem kell. Szemkontaktus, ránézek, bólintok, és le van tudva. De ha már készfogás, az nagyon fontos. Ugyanis egy rossz készfogás, egy emberről mindent elmond. Kis hideg, vékony ez a alacsony a vérnyomásom. Hát ez már majd tápézre is megy.
csípőm és ellátott, nem itt nyújtom így, és be kell tenni a hajlatig. Át kell fogni, kicsit meg kell szorítani. Nagyon gyakori férfi hiba, hogy nem zárják a mutatójukat le ide a középső mellé, hanem ide be. Ez a betapper. Egyszer egy szállodában volt a előadásom, és este lejött a főnök elköszönni tőlem így. Hát mondom, ehhez én ma öregasszom vagyok. Szóval, hogy Amerikában tanultam, hogy ez a bizalom jele. Mondtam, hogy nem. Tehát nem csuklózunk be. Na most, ha már a készfogás asztalon keresztül derékszögbe, így doktorrá fogadom. Nagyon mi asztalon keresztül nem illik. Van egy típus, föl se néz. Ha ilyenkor elfogadom, akkor engem engedem, hogy alázzál meg. Mit kell csinálni? Az én karomat az ő karjával párhuzamosan nyújtom 5 centire, és ez elkezd keresgélni, és fölnéz. És ha fölnéz, megvan a kapcsolat. Egyébként ugye tudjuk, hogy a férfi mindig föláll készfogáshoz, a nő meg ahhoz képest milyen minőségemben vagyok. Ha simán nőként fölnyújtom, ha tanult ember, aki nőből van, akkor meg megemelkedem. Gyakori probléma, értekezlet, meeting van, és ül körbe 5 férfi meg egy nő. 6. férfivel jön, és minden férfivel kezet fog, a nőt meg átugorja. És nem azért, mert neveletlen, hanem minden férfi tudja a zsigerbe, hogy ő egy nőnek nem juthat előre, pláne nem így föntről lefelé. Tehát mi van, lányok, ha ilyenkor ott ülünk, és jön a készfogóskám? Nem kezdtem el azt, hogy na most fogadjunk, nem jut, most már fogadjunk, nem jut, hanem fölemelkedek, vagy odaintek, tehát fölnézek rá. És akkor már, vagy a férfiak hogy tudják ezt elkerülni? Jönnek az első férfihez, ránéznek a nőre. Második férfihez megint ránéznek a nőre, és meg szemkontaktus megvolt, a nő vagy rámozdul, vagy nem, de föl fog ő is nézni, és akkor már megvolt a kapcsolat. Na most a üzletéletben találkozás. Nagyon javaslom azt, hogy ha valakinek van egy titkársági helysége, akkor ne rohangáljon ki a vendégei el, mert elindul a vendégeihez, int, hogy fáradjanak be, és akkor, hogy indulnak az ajtóhoz, a fő vendég megáll az ajtóba, hogy most merre menjek. Mögötte a többi vendég, meg még a házigazda, tehát majd a titkárnő asszisztens segíti őket befáradni, mert bent kell fogadni. Ajtóhoz legközelebb áll a fő házigazda, tehát a nagyember, és mellette befelé áll a kettes meg a hármas embere. Belép a fő vendég. A házigazda kezet nyújt, bemutatkoznak egymásnak, majd a fő vendég bemutatja a vele jövő kettes meg hármas vendéget a fő házigazdának. Automatikusan kezet fog a többi is, és leülnek. És mikor leültek, akkor kell bemutatnia a házigazdának a vele tárgyaló többi embert. Ajtóban nem lehet mindenkit mindenkivel bemutatni. A keresztbe kasul ugye össze-vissza lesz. Késztyók, ugye a késztyók, hát az a pandémiából nem tudta kivégezni a pandémia se, ez ugye van. Na most ezt azt kell tudni, hogy mindenki tudja, hogy a tiszteletnek a jel, ugye egyházi szertartásokból indult, aztán a királyoknál és így a polgáriságban, a tiszteletre méltó nőnek jár ki, uraim, anyósuk, vagy a barátnő nagymama, tehát műfaj. A kezünket mi nők mindig készfogásra nyújtjuk. A férfi úgy dönt, hogy tiszteletel megcsókolja, mindig a férfi fordítja. És ilyenkor, hogy ugyan hagyja, nem kell már. Nem éri meg makaz, majd kaland, rima lehet itt beszélgetni. Én azt mondom, hagyod, hamarabb szabadulsz. Megemeli, maximum a nő mellé emeli, egy kézzel, nem kell kettővel, mert olyan nagyon nem nehéz. Megemeli, fölé hajol, és ajkaival nem érinti meg, csak a fölé hajlás, gyönyörű a mozdulat. A rápuszika, az már a petting jele, szoktam mindig mondani. És nagyon örülök annak, hogy ezt mindig elmondom, és valaki visszamondhatta a miniszterelnöknek, mert most már csak fölé hajol, már nem cuppangat. Egyébként meg lányok, Magyarországon nálunk cuppangat, akkor ne akkor törjügessed, várd meg, amíg elfordul. És van, aki már ide viszi is föl. Na ezt ki lehet szúrni messziről, műborosta aranykarlánc. Azt a kis-kicsi kiszti hangját csúgókolom oson, akkor résem vagyok, és ha szerintem a magasságnál a felső karomat befeszítem, hogy akkor legalább hajolja. Ha mégis fölrángatja, mert fölrángatja, és innen vadul szemez, akkor meg ne nézzünk oda. Csak mondom. Ezt a képet meg azért szeretem, mert itt még így meg is fogdosolódza, ilyen húsi-musiba. Szerintem itt volt valami 20 éve. Tehát ha már akkor a fölé halás, urak, azért ne kezdjék el, mert ha egynek, akkor már minnek kell. Tehát csak mondom, hogy inkább ne.
És hát üzleti életben pedig ez teljesen kizárt, majd tanult emberre, aki nőből van, az az üzletfelem, és nem pedig a hölgy. A üzletfelem feleségének annak lehet, pláne, hogyha olyan típus. De szemkontaktus, nagyon fontos dolog. Ők állnak egymással szemben, odalépek, és ő kimosolyog rám, hogy jó napot kívánok. Akkor kérem szépen, tovább kell menni. Meg kell várni, míg rám nyit. Ugye ez a felső figyelő felületem. Jó napot kívánok. Tehát ez menj innen elfele, ez meg de jó, hogy itt vagy, rám nyit, vagy nem nyit. Ez azért kell, mert nagyon, hogyha ők csak kimosolyog, és utána tovább beszélgetnek, én meg ott állok, az mennyire megaláz, hogy a fejem fölött átbeszélnek. Tehát meg kell várni, amíg rám nyit, és csak akkor lehet leállni vele beszélni. Ez nagyon sok ember egyébként ebbe a csapdába beleesik. Egyébként lerázni is így kell, nagybeszélős kolléganő jön, nagybeszélős, mondja. Igen, bizony. Majd még beszélünk, tehát nem nyitok rá, rányitok, ott maradok. Csak nézem, és akkor úgy. Na, és ha már találkozás, nagyon-nagyon égető probléma ez az időpont egyeztetése. Üzleti életben az egész világon már elfogadják, hogy a tóliget beszélem meg. Tehát nem az, hogy 9-kor, hanem 9-kor, és lesz rá 40 percünk, ha önnek is megfelel. A tóliget kell megbeszélni. Azt mondja valaki, hogy jó, akkor holnap 10-re várom. Köszönöm, és mennyi időt szánnak rám. Nem az, hogy meddig tart, hanem mennyi időt szánnak rá. Ezt azért kell tudni, mert a vendég, ha tudja, hogy 40 perce van, akkor föl tud készülni, hogy ennyit mondjon el. A házigazdának a joga elkezdeni a megbeszélést, hát ő mondja azt, hogy szép időnk van, meg ő mondja azt, hogy nos, hallgatom, vagy arról lenne szó. Tehát ő kezdi, és ő is fejezi be. Tehát a házigazda mondhatja azt, hogy hát lejárt a 40 perc. Neki erre joga van, mert az a ő dolga. Vagy nem mond semmit, hanem csak ez a... És adja a jelet, akkor a vendég áll föl, utána a házigazda is föláll, és a házigazda kezet nyújtván elköszön a vendégétől. És az étkezést is a házigazda fejezi be, ez meg a magyar fülnek nagyon rosszul hangzik, hogy most rúgjam ki a vendéget. Igen, kérem szépen, ez a házigazdának a dolga. Egy fiatal házaspár, diplomata házaspár ment ki Londonba szolgálni, és mesélték, hogy pár hétre rá a lakásukban meghívtak egy portugál házaspárt. Vacsora, átmentek a nappaliba kávézni, ezek nem mennek. Gyerekek már lejöttek pizsamába elköszönni, nem mennek. A portugálok meg utólag merték elmesélni, hogy meg várták, hogy mikor lehet már menni. Tehát a házigazdának dolga, az a nagyon jó, mi lányok tudjuk, ez a kérsz még egy kávét? Ez a még egy kávét. Ebben van egy ilyen, hogy minden ízlet, jó volt a vacsora? Ilyen multidős alakokat kell mondani. És akkor a vendégnek egyébként, ha meg nem, akkor na, menjünk, szóval valahogy a házigazdának a dolga. És a tólikhez képest, erre akarok kitérni, a tólikhez képest késés nincs. Késésnél olyasmit veszel a másik, amit nem kapok vissza, az időt. Ilyen vagyok, én mindig kések. Hát ne legyen rá büszke. Időben kell indulni. Késés nincs. Egyszerűen ez a rágógumival mérhető ez a késés dolog, hogy ebbe én belepusztulok. Időben kell indulni. Nem vehetem el a másik idejét. Egyébként voltam a bíróképző akadémián, van ilyen itt fönn a hegyen, és bírósági, hogy fogalmazok, majd bírók lesznek később, ültek ott a terembe, 200-an. Pekjemre a kétnapos képzés másnapján voltam, és szemmel láthatóan előző este csapatépítés volt. És akkor itt tartok, mondják, hogy de a bíró azt mondta, hogy a bíró késhet, mert a tárgyalás nélkül nem kezdődik meg. Mondtam, pont ezért nem késhet. Mert ha a bíró késik, a jog késik, az igazság késik. Tehát késés nincs. Üzletéletben pláne nincs. Egy állásinterjúra valaki késve jön, már le se ülnek vele beszélgetni. Tehát nincs. Van viszmajor, leszakad a híd, beáll a forgalom, akkor oda kell szólni. Kontakttelefonszám nélkül nem indulok el. Tudjam, oda szóljak, hogyha késő. Tehát késés nincs. Ha meg nekünk kell várakozni valahol, túl korán nem menjünk, mert 10 perccel korábban akkor mit csinálnak velem, akkor a ház előtt el vagyok, és csak 3 perccel korábban megyek föl. A 3 perc arra kell, amikor megyek valakihez tárgyalni, a folyosón nézni kell a jelet. Be kell menni, mert nem akkor kell, amikor kell, hanem amikor lehet, hogy közben ne kelljen már pisilni. És 2-3 perccel korábban megyek oda be. Na most ugye megérkezik mondjuk a titkársági helységbe a vendég, akkor a titkárnő nem jön ki kezet fogni, mert nem ő hozzájött a vendég, hanem a főnökihez, hanem ránéz. Legfeljebb azt mondja, hogy ha már kijön, hogy tessék helyet foglalni, akkor már tudom, hogy várakozni kell, mert akkor az ő vendégévé válok. Ha ilyenkor várakozni kell, és megkérdezik, hogy mit kérünk,
kötelező mindig kérni, ha más nem egy pohár vizet. Az, hogy láttam-e kreátó, ha lehetne, akkor szaharjon, és akkor majd a presszóba. Tehát itt nem. Mindig kell kérni vizet. Vagy hogyha a házigazda, hogy mit szabad kínálnom, hogy én nem kérek semmit, hát ő meg már majd bekávézik. Akkor ő, hogy igye a kávéját, tehát kell kérni egy pohár vizet. Ha meg a én főnökömnek kell mondjuk segítenem, és nem kér a vendég semmit, a főnökömről tudom, hogy kell neki a kávé, akkor a tálcán egy pohár víz, meg a kávé, és a vendégnek a pohár víz, főnöknek a kávé. Én nem kértem, biztos jól fog esni, tehát mindenképpen ezt javaslom. Ha meg nálunk késik valaki, tőlünk késik valaki, azért várom meg, mert elvitt a figyelmet. Ha én várok valakit, és késik az illető, akkor és szólt, hogy késni fog, akkor pár percet nyilván rávárok. Azt mondja, hogy 10 percet fog késni, de már 20 perce nincs ott, akkor azt javaslom mindenkinek, hogy üljön le és dolgozzon, vagy csináljon úgy, mintha dolgozna, és mikor megjön a vendége, akkor legalább egy 3 percet neki várnia kelljen. Ez a nemes bosszú, hogy nem a szögről akaszt engem le, amikor jön, akkor jön. Tehát késés nincs, ezt akartam ezzel. Egyszer voltam egy parfüm konferencián, kértek ilyen parfüm és protokoll előadását, dolgoztam vele, és vártunk egy nemzetközi hírű magyar származású parfüm királynőt. 5 perc, 10 perc, 20 perc, 25, azt mondja, tudod, Ibolya, a primadonna mindig késik. Juditon drága, a profi, meg ott van időben. Ezt találtam mondani. Na, megjön a vendég, hogy kell a vendéget, vagy férfinek a nőt, vagy nekem a vendéget, hogy kell kísérni. Megérkezem, és mondják, hogy tessék parancsolni. Elindulok, ő utánam jön, elágazik. Most merre? Balra. Most merre? Hát már a spondillózisom kiúl. Hogy kell valakit szépen kísérni? Megkérem, segítene nekem, uram. Maga lesz a vendég, erről jön. Ugye akkor kell kezet nyújtanom, hogyha hozzám jön, vagy ha én is tárgyalok. Ha csak az a munkám, hogy oda kísérem, akkor nem az én vendégem. Jó napot kívánok, igazgató úrhoz jött? Igen. Tessék parancsolni, elfáradni. Úgy rendben volt minden a forgalommal? Hát ide sajnos hozzánk nagyon nehéz kijönni. Tessék parancsolni. Tehát előtte félvállal. Ha beszűkül, megint megyek, mindig előtte félvállal kell menni. Ajtóhoz, ha érünk, ki menjen be elsőnek. Mondják, hogy a nőt kell előre engedni, kivéve a kocsma, ahol repül a kés. A hír igaz, tehát nyilvános hely, kávézó, büfé, presszó, étterem, mindig a férfi lép be elsőnek, és ezt nem tudja a párunk, lányok, rá kell nézni a párunkra, a kilincsre, meg a párunkra. És akkor már nyitja is. Na de hát ez nem nyilvános hely, hanem bárhol máskor. Mikor kell előre engedni a nőt vagy azt a vendéget, az ajtó merre nyílik? Én felém nyílik, kinyitom, előre engedem. De ma már minden ajtó amara nyílik. Na apu, anyu mennek színházba, apu utcáról tartja, már szakad le a karja. Anya, visszaesik. Ha az ajtó befele nyílik, az alárendelt fölgyorsít, nem löki a másikat, ő gyorsít föl, és belül tartja az ajtót. Hát nyilván nem engedi rá vissza. Miniszterelnöki dolgozóban mindig én léptem be elsőnek. És nem az én, mert én voltam a legszebb dolog, én voltam. Az volt a munkám, hogy ehhez jöttél-e. Tehát belül tartom az ajtót. Na most itt több probléma van, ha nekem több vendéget kell kísérnem, akkor ha megvárom, hogy bemenjen mind az öt, akkor a fővendég elől már merre kell menni. Mikor a fővendég átlépi a küszöböt, akkor lépek elé mellé, és vezetem, a többi meg utolér majd bennünket. A másik pedig, hogy protokoll főnökként kísérem a francia nagykövetet. Na most ilyenkor nem nő vagyok, hanem a tanult ember, aki nőből van. Excellenciás úr, ó, nem asszonyom, tessék. Akkor nem kezdjük el, hogy de maga meg tessék meg maga, hanem akkor belépek, és nem úgy, hogy na, innen ma én megyek, hanem belépek, megvárom, míg ő is belép, és megint megyek előtte, mellette. Meg egy aranyos pedagógusoknál voltam, pedagógusi kar, ugye 28 nő, egy férfi, az szokásos felállt, és egy ajtós ajtón mentek ki már a végén, egyesével. És a férfi azt mondja, hogy Ibolya, nekem most meg kell várni, míg mindenki kimegy. Hát mondom, nem, következőt kell csinálni. Így jönnek a nők, a maga ott áll, ránéz az első nőre, közelebb lép. Aztán a másodikra, és már benn is van. Na, lépcsőre lépcsőn föl. Aki a lépcsőn fölfelé megy a gravitációtól, hátra van a lefele, hátulról kell védeni. Elől megy a nő, alatta megy a férfi. Hát de akkor a szoknyája alá lát. Uraim, az ilyen pici alá kell. Az azért rövid. A normál szoknya alá meg hát 2-3 lépcső nem megy rendezve.
aki meg lefele megy, ott meg nyilván előtte kell menni. Tehát ezek az apróságok, de ezeken higgyék el nekem, hogy a üzlet is múlhat, hogy ezeket a gesztusokat hogy csináljuk. Na, a másfél méter a döntéstávolsága, a személyzóna, egy asztalnál egymással szemben kell leülni, és nem presszóasztal, ilyen kis izé, mert ott nem, azért kell a normál magasságú asztal, mert az asztalnál, ha fönn van a karom, akkor döntök. Ha a könyököm kijön, már nem érdekeltél. Visszajött, tehát asztalon egymással szembe lehet döntésre bízni a kérdéseket. Fotelben subi-dubi, de az asztalnál már döntés van. A család otthon megbeszél, az étkező asztalt üljük körbe. Nem a fotelnél, hogy nálad mi volt, nálam semmi, hanem az asztalnál. Na, mentem egyszer egy céghez, házigazda fogad, és ugye a házigazda int, hogy hova üljek le, tárgyaló asztal, leültünk, de ez nem asztal volt, csak az a 70 centis pad. És hogy leültünk, összeért a fejünk meg a térdünk, és ő mit csinált? Így. Na most, aki így ül, az nem lehet beszélgetni, az ez ilyen... Zártam már otthon a gázt. Ő akkor figyel, amikor lerakja a karját. Ha önökkel, bármikor az életben, bárki mer így leülni, van egy technika, én kipróbáltam, el kell kezdeni nézni a hónalját. Mentel lekapja a karját. Na most, ha üzleti életben leülünk tárgyalni, és ugye a kínálás. Na most a kínálásnál ugye nincsen előre fönt semmi, hanem a ki mit kér, azt kap. És ezt mindjárt a legelején, az első 5 percben el kell dönteni, mert utána már késő. És amíg behozzák a kávét, addig van az a szép időnk, van itt a tavasz, és amikor kiviszi, aki behozta, akkor a házigazda kezd el tárgyalni. Ugye, és ami az alapvető különbség üzleti élet meg magánélet között, hogy az üzleti életben nem számít, ha valaki nőből van, ott a rangsor számít. Tehát protokollban a rangsor számít, és nem az, hogy nő vagy férfi. Magánesetekben nyilván az rangidős nő kap elsőnek, de egyébként üzleti életben nem kap előre a nő, hanem ott a rangsor számít. Mit kérhetnek ilyenkor? Ugye kávé. Európai Unió és a Fekete Kávé című fejezetünk. Kis tányér, csésze füle jobbra. Jobbra a kanál és balra 3 szemcukor. Üzleti életben nem adok föl az acskós cukrot, mert mi van az acskós cukrot? Ugye jobbról kell letenni, megkapja a vendég az acskós cukorral, szemkontaktus tárgyalok. Ezt meg itt föl kell szakítani, oppa, az egész már mellé, papírt hova tegyem? Hát a csésze mellé. Fölemeli ezt a kávét teszin. Nem tudom, ki találta ki. Nagy nehezen felszakítja, ezt meg nem lehet önteni, mert alá megy, ezt így huppantani lehet. Hova teszi? Csésze mellé. A csészét fölemeli, ez a kettő összemegy. Miért nem jó ez? Mert a szemkontaktus lement ide. Azt mondja a másik, hogy maga megölte a szomszédját. Igen, fogalma nincs, mit beszélnek hozzá, mert ez elvúlt ezzel az acskós cukorra. És a kávé mellé mindig kötelező letenni egy kis pohár vizet. És nem azért a bécsi kávézó meg a flanc, hanem beérnek a munkahelyükre, jaj, egy kávét, megisszák, semmi. Még egy kávét, semmi. Mármint a Katiba a gyerek így állnak, legközelebb az első kávé, az a sűrű fekete bemegy, mindjárt rá kell dobni egy pohár vizet, mert az szétoldja, felszívódik, hoppá, fölébredtem, plusz kiveszi a szájból a kávészagot. Vendég megkapja a kávé mellett a vizet, ott álljon a gyerekek, Európában voltak, Európában. Egy pohár vizen fog múlni. Esetleg kapucsinót kérhetnek, de az meg ugye a tejhabos kávé. A tejszínhabos kávé, azt úgy hívják, hogy tejszínhabos kávé. Esetleg a kapucsin, ahhoz is kanálcukor és a víz, és kész, ilyen, hogy latte, meg macchiato, meg ezeket ezt majd a presszóban tessék szíves lenni kéne. És kérhetnek teát, imádom, amikor úgy hozzák be a teát, hogy ez a madzag így lóg ki belőle. Ha lányok, meg nem mondom, mire emléket. Ez a zacsis teja akkor jó, ha magamnak csinálom. Száraz csésze, zacsi, és rá a forró víz. Még egyszer mondom, csésze, zacsi, és úgy rá a víz. Na, vendég ki akarná venni, benne kövesedjem, belet rottyintja a kis kanálba, préseklik ki a madzaggal, ha csak el nem szakad, aztán szedi le, és ez a megint a megölte a szomszédát. Tárgyaláshoz előre megfőzve kell bevinni a teját. Jó minőségű, közepes, nem olyan banános, hanem valami semleges, közepesre főzve, és ennyi. Kell-e a tejába tejet önteni? Ez egy angol dili, mikor 1750-es években a tea egyáltalán bement Angliába, még a porcelán nem volt hőálló. És hogy ne pattanjon meg a forró tejától, először jött bele a tej, arra jött rá a tea.
Még egyszer mondom, csésze, tej és arrahata. Aki a teába önti a tejet, az jobb angol klubokba be se engedik. Nagyot lehet rajta bukni, mint a szivargyűrű a szivaron, ez a másik, amin meg lehet bukni, meg az elálló kisúj. Ez a három és nem klubtag. Elálló kisúj, a Pesti Színházban az Audiencia című darab megy, és amikor próbálták, engem fölkértek tanácsadásra, és ugye második Erzsébet plusz a miniszterelnökei Tony Blairtől, Churchilltől Tony Blairig, közte Wilson, aki első munkáspárti volt, és hát nem az a hok neveltetés, Hegedűsdé Géza játszott, és mondja, Ibolya drága, hogy legyek én bunkó? Mondom, nyaljam meg a teáskanalat. Azt mondja, azért azt nem. Mondom, akkor álljon el a kisúj, most így issza a színpadon a teát. És kérhetnek még folyadékot. Na most a tárgyalóasztalnál ülve a vendégnek nem adom oda az üveget, hanem a pohárba kiöntve viszem be. És ez lehet ugye a szénsavas, vagy mentes víz és gyümölcslevek. Az ilyen Fanta, meg kóla, egyéb ilyen böfisztetőket nem adunk be a tárgyaláshoz. És kész, nincs más. Ellenpélda, hát eleve is, én szerintem a protokoll későn tudta meg, hogy többen lesznek, mert ugye, mint a podcastokra úgy, nem férnek el. Eleve is, hogy a túl nagy a létszám, plusz az a kis asztalra föltéve egy ilyen jó nagy virágdísz, hogy nehogy már átlássanak rajta. És a külügyprotokollnak az a mániá, de amikor bent dolgoztam is már az volt, hogy kivétel nélkül minden vendégnek 5 sós és 3 édes teasütemény kitéve. Na de hát ez kieszi meg, hogy hát a pakskettőrő, ha beszélek, ugyan lefinom az a bokácsa. Nem lehet! Úgy a takarítónők, amikor kiment a delegáció, bementek, elsöpörtek, összeszedték. Tehát ennivalót nem adok föl. Meg ez ráadásul minden egyes embernek külön-külön a tálcán ugye a víz meg a gyümölcslé, hát oda se fértek. Hát már mellette ülnek, mert nem fértek el a sok cusztól, tehát nem. Hogyha egy nagy létszámot adok, akkor eleve föl lehet tenni a vizeket a tárgyalóasztalra, de akkor egy tálca, rajta egy szalvéta, és maximum 3 pohár szájával lefelé, és 3 kis üveg víz. És az bárki elérheti. De nem csinálok egy ilyet. Ez a rossz példa. Enni különben is, tárgyalás alatt nem, elnökségben nem teszek ki pogácsát, meg egyebeket, hát ott ülnek. Hát elnökségi tagként ott nem kell elenni, meg rágyújtani, meg minden. Szóval semmiképpen nem. Na de menjünk tovább. Hát amit eddig elmondtam, benne van még legalább 3 óra hossza. Érzik, hogy azért nem mindent mondtam el. De át kell térnem erre a második részre, a hitelességünk szempontjából egy nagyon fontos kommunikációs ábra, hiszen az első benyomás értékéről mindenki hallott, és mindenki tudja is. Egyéniséggyerek, majd utána rájön, hogy ki vagyok. De nem jön rá, hát elsőre ítélt. Egyik ismerősöm akart fölvenni vállalati jogást, és megjelent egy fiatalember, ez a vietnámi papucsba, farmer, kinyúlt póló, vászont harisznye, hogy jött az állásinterjúra, mondták, hogy sajnos elfelejtettünk szólni magának, hogy már betelt, le se ült vele. Tehát első benyomás. Mit hiszek el elsőnek? Azt akarom mondani, hogy legyen szíves, menjen ki. Ebből a verbális legyen szíves, menjen ki, ez csak 7%. Elsőre senki nem azt hiszi el. Sokkal inkább, hogy mondom, hogy milyen a vokalitásom. Mert hogyha rossz a hangsúly, akkor nem megy vissza esetleg a 7%-ra. Hát Gáspár Laci gyönyörűen énekel, nem érte, és akkor nem is figyelek. Tehát a vokalitás azért fontos, hogy milyen hangsúllyal beszélek, hogy ne vigyem el a figyelmüket a tartalomról. A gyors beszéd, ugye, hát én is magam edzem mindig, hogy ne hadargyörök, de a másik a lassú beszéd, ha valaki lassú. Vokális hiba ez a fejhang, ez a mizu-mizu, két kicsi legosz. Voltunk shoppizni, ittunk kicsit, vettünk kari-arit, hát ettől a kari-arit. Ez azt jelenti, hogy nagyon hülye vagyok. Vagy azt, hogy te vagy a hülye. Ezt azért mondom, mert sajnos nem tudjuk kivédeni, sokszor használjuk ezt a fejhangot. Elakad a gépem, hát nem értek hozzá, csak használom, informatikusomat fölhívom, és a Zsolt a telefonban ilyen hangon kezd el velem beszélni. Mondom, Zsolt, hülyeséget kérdeztem. Azt mondja, honnan tudod? Hát mondom, mert ilyen fejhangon kezdted elmondani. Mikor a rendelőben a nővérke, hogy és akkor a 3x1-es 20 éve szedem galambom. Hát ez az így, de valaki így magyaráz, hát eleve hülyének néz, nem? Az ember akkor elrohan onnan. Gyerekkel se gügyi-bügyi, mert a gyerek az nem hülye, csak kicsi. Tehát nem, ez a gügyi-bügyi, ez nagyon.
És van egy, ami nagyon terjed, az erős hangos beszéd. Rengetegen beszélnek hangosan, ugyanis a fülibe ott van a mobiltelefon, és megromlik a hallása, hangosabban beszél, és a hangos beszéd agresszivitást jelent. Pedig ő nem agresszív, aranyos, csak hangos. És Weissban rendőrezik, különben föl is írná. Tehát nem szabad hangosan. Rá kell szólni a kollégára, például nagyon sok boltba eladó nők is. Ilyen hangot, mennyit tetszik enni a párizsiból? Ne kiabáljon, a erős hangos hang az egy ilyen bicska a zsebbe. Tehát rá kell szólni kollega ismerős, hogy ne beszélj hangosan. Ha meg vagy idegen beszél velünk hangosan, akkor ugye mit kell csinálni? Ült velem szemben a buszon a kicsaj, két CS kicsaj, hogy utána Dávid megfogta a combomat, én meg elkezdtem, hogy azt mondja, mit néz, mondom, most hittem, nekem mondja. Na most ez se lehet akárkivel lejátszani, olyan valaki beszél hangosan, aki nem lehet rászólni, kezdjük el nézni a száját. Mert a szemkontaktusnál nyilván nem a személyébe mélyen, hanem az arcát nézem, de a hangos, akkor meg csak a száját, és akkor általában ez szokott hatni. Na most a vokalitás kettő dologra viszont nagyon jó. Sok baj van vele, de kettőre nagyon jó. Az egyik, mikor azt mondtam, hogy az európaiság nem negatív, nem vág oda, mert ha oda vágom, a másik becsukódik, hanem ez a meta beszéd, ez a lányomnak mondom, menjem is, értse. Ez a beszólásában a percben sért. Ezen meg el kell neki gondolkodni. Én ezt imádom. Napi egy meta beszéd és érdemes élni. Tehát az, hogy Győző, a múlt héten már kétszer nem késtél el, annyira jó volt, hát ma nem sikerült, de ez a múlt heti kettő. Tehát kezdjük mindig egy jó. Vagy hát nekem saját autóm, hál' Istennek nincsen, BKB-val járok, vagy taxival, és mondom a taxisomnak, hogy a boltba csak beugrok megkérdezni, de egy perc múlva tényleg ki is jöttem, addigra ott állt egy jeep. Benne a jeepben egy nő. És a jeep mellett egy ilyen konyhaszekrényi zsíragyú. És üvöltött, de olyan szavakat üvöltött. Oda mentem, mondom, bocsásson meg, uram, egy hölgy előtt hogy tud ilyen csúnyán beszélni? Hát, az beült a kocsiba, azt elment. Tehát a metabeszédnek a lényeg, hogy valami jóval kezdtem. Rossz főnök mit mond? Írd át! A jó főnök mit mond? Hogy ez a második bekezdés milyen jól sikerült? Hát, akkor is át kell írni. De mennyivel szívesebben megy neki az ember. És a másik agresszivitás kezelése. Egyre több üvöltő embere vagyunk, valljuk be őszintén. Most üvöltő embert üvöltve nyilván nem, de hogy kell legyőzni? Itt áll és üvölt. Az első egy szellemi rákészülés, egy mély filozófiai műből hozom a példámat, parafrázis szinten, amikor azt mondja Malacka a Micimackónak. Hogy te Micimackó, mit csinálsz, hogyha egy borzalmas fenevad azt mondja, hogy hú. Hát azt mondom, hogy tralala. És azt mondja neked másodszor, hogy hú, hát azt mondom másodszorra is, hogy tra-la-la. És azt mondja harmadszor, azt mondja Malacka, harmadszó nem fogja mondani. Itt áll és évült Micimackó effektus, már jobban vagyunk. Arcunkra föl kell venni ezt a nagyon figyelek, és szeretnék én segíteni című arcunkat. Nőknél ajakrésre nyitva. Na most nevetni az nem szabad, mert kilóg a lóláb. Amikor nagyon kéne nevetni, és nem szabad nevetni, van egy technika, a szemlődőnket húzzuk össze kicsinkét. Nem teljesen, mert attól még nevetek, hanem tartani kell olyan... Kérdezik, nem tud félmenni a szem. És nem szabad megszólalni azt se, hogy de, vagy én, mert akkor ne szóljunk, újra kell. Akkor hagyni kell. Újra kezdi, hagyni kell. Annyira jó. Az ember már belül igen derűs, az meg ott igen üvölt, és amikor kipukkad, akkor mondom azt, hogy miben segíthetem? Nagyon jó, érdemes élni. Na, és akkor az a 7% a verbalitásunk. Nagyon szépen kérek, egyenként mindenkit kérek, hogy segítsenek nekem megállítani ezt a nagyon csúnya beszédet. Borzalmas, ahogy eldurvult a magyar nyelvünk. De a magyar nyelvünk nincs másunk, hát már minden globalizált. A nyelvünk a miénk, erre vigyázni kell. És az elből, megből, összeből, az igék hova lesznek? Hogyha valaki mondja, hogy hú, ezt elbuttam, elrontottad, szóljunk vissza a rendességével. Legalább csodálkozzunk, hogy mondtad. Tehát nem volna szabad. Tehát valahol meg kell állítani, mert nagyon-nagyon eldurvult. Vannak indulatszavak. Beverem a lábamat reggel az ágy lábába, nyilván nem azt mondom, hogy ebugatta. Tehát nyilván, de azért a napi gyakorlatunkban igenis igényes. De most mindenki így beszél. Engem az nem érdekel a belső eleganciám. Én nem beszélek így. Tehát próbáljuk legalább azt, hogy hát hogy mondtad már? Nem tudod másképp mondani, valahogy szóljunk rá, mert ez egy nagyon-nagyon rossz. A másik szakmai tanács, nagyon kell tudniuk, hölgyeim, uraim, hogy kivel beszélnek. Mit ért meg a másik?
Mert minden szakma hozza a betűszavakat, meg a fantázianeveket, meg mindent, de megérti a másik. Tipikus például a kompetencia. Gyereknek nincsenek meg a kompetenciái. Megint elhagyta ez a kutya kölyök. Már megint mehetünk feliratni. Mit ért meg a másik? Nem szabad nagyon alámenni, semmit Rákosi elvtárs, hogy na elvtársnő Érike Márna Tarhonya. Tehát nyilván nem szabad alámenni, de egy szinten, egy kicsikével csak fölé. És ugye a másik megérti-e, hogy én miről beszélek. Ugye az informatikus az Alt-B3, miért tartom a Zsolt, az nekem 20 éve az informatikusom, mert nem az, hogy a Ctrl-BF3 hát, hanem az, hogy balról nyom meg a harmadikat, mert tudja, hogy én ezt értem meg. És hát a nyelvtanilag hibás beszéd az meg olyan, mint a szájszak. Hát hogy ezt nem is nagyon kell tagolnom. Hogy beszélnek eleink? Hát ugye nekem szakmailag azért illő nézni ezeket a politikai eseményeket. Hetente legalább egy neme volt, az megcsapja a fülem. Meg hogy én, mint képviselőként, ez így nekem sok. Meg az a pillanatnyilag. Hát ezt imádom. Meg ez a gügyi-bügyi kis igazántiból, ilyen óvodás nyelv, szörnyű. Meg a bamben, meg a bamben, az tök egyforma. És hogy voltam az iskolába, azt még megbocsátja a fülem. De egyik politikuskánk, akinek esze helyett a haja nőtt meg, azt mondja, mikor a tanárnő belép a tanteremben, hát akkor már kacagtam úgy be. És ha már verbalitás a telefon. Ugye nagyon sokat lehet róla beszélni, üzletéletben telefon, nagyon szépen kérem önöket, hogyha telefonálnak, akkor a forgószékbe. Ne kezdjenek el így forgolódni, mert akkor én behallom a telefonba, ha ez az ilyen, egyenes derékkal kell beszélni. Hát, mit tudom én, az ember a barátnőjével így beszél, és közben belép a főnök, akkor kihúzza magát, meg lerakja a telefont, mondjuk az más. Ez a forgószékből nem telefonálgatok. Meg a másik, hogy megtisztelem azzal, hogy én most egyenes derékkal beszélek vele. Például fölhívott engem egyszer egy ilyen broker, hogy adjam oda neki a pénzemet, majd ő vigyáz rá. Tette mindezt gépkocsiba kihangosítva. Nem álltam vele szóba. Technikai minimum, annyira tisztelj meg, öreg, hogy legalább egy asztalnál üljél le velem beszélgetni. És sok mindent látna a telefonálásról, de a mobilról kell külön beszélnem, mert egyszerűen belenőtt a kezünkbe, nem tudunk meglenni nélküle. Valóban nekem is van okos, meg minden, tényleg szuper, de az átok az, nem tudom, kiolvasta a Haradi könyvét, hogy lassan a technológia átveszi még az ember irányítását is. És ez a mobillal kezdődik. A mobil nem azt jelenti, hogy a mobiltól függök. Például leülök valakivel beszélni, és az illető így kirakja a mobilját, hogy van ám, fussa. Blackberry, Blueberry, minden. Szemkontaktus tárgyalok. És közben ő, hány óra van? SMS. Ez csak a bank. Ahányszor lenéz, annyiszor ver engem orba, hogy te nem vagy fontos, bezzeg a mobilom. Ezt el kell tenni. És egy főnök, megint már meetinget mondok, nyugodtan kezdje, hogy hölgyeim, uraim, tegyük el a telefonokat. Mert ha ezt fölkapkodja, akkor nem figyel arra, amit a másik mond neki, tehát mintha ott se lenne. Tehát a mobiltelefon az a number two, és nem a legfontosabb. Tehát céges a mobil. Na és, ha fogorvosnál ülsz, akkor várjon már, doktor úr, akkor fölveszem. Nem lehet. Megjegyzem, a Hébizen az masszörnő mesélte, orosz bizniszmen, megy Mószas, és beteszi a telefonját a masszőr a nő asztalára, és ahogy miközben basznak, megszólalt a telefonja, és elkérte, és így fekve beszélt. Hát én nem értem, szóval ez akkora bunkó, nem tudom más, mint a telefontól való ekkora függőség általános. Ha fontos hívás várok, akkor kezdem azzal, hogy elnézést, szeretném bekapcsolni, várok egy fontos hívást, és amikor megpöckölődik a zsebembe, akkor fölállok és kimegyek. Tehát ez a number, meg ez a ketyere függőség is. Hát ilyen szomorú képet én régen láttam. Meg a családoton az asztalnál ülnek körben, papa, mama, két gyerek, és mindenki a ketyerével játszik. Hát az, ott együtt vagyunk, ott ránéz, beszélgetni kell, hát egymást látjuk. Meg hogy gyerek, hogy megettem, mehetek számítógépezni? Nem mehetsz. Amíg a ház a feje, ugye vagy a férfi, vagy a nő, be nem fejezi, addig ott kell ülni és beszélgetni kell, az arra van. Tehát ez a ketyere függőség, ez szörnyű. Tehát a mobil, ja meg hát, hogy utcán megy, fülibe ez a drót, vagy ilyen papucs, és így beszél, mint a Terminátor. Én először már majdnem orvost hívtam. Tehát ez a fejhallgató, ez nagyon jó a kocsiba, de utcán menve így nem olyan nagyon jó. Vagy legalább tegye oda a kezét, hogy lássam, hogy nem ő hülye, hanem telefonon beszél. És akkor van ez a szelfizések dolog. Most mindenki, az a pandémia, hogy be volt mindenki zárva, jött az a TikTok világ.
ez a influenzerek, az influenzer terjeszti az influenzát. Ugye kezdték ezt a mindenféle bohókáságot, és a szerencsétlen kamaszlányok azt látják, hogy ez milyen siker, és akkor ő is úgy csinál. És a szegényke nem sejti, hogy ez egy életre fölmarad a neten, ezt nem lehet levenni. Előbb-utóbb szégyelni fogja. Meg a másik, hogy már van 820 lájkom. Mondom, azt mennyi epret vettél bele a piacon? Mennyi lájkom van? Miért jó az? Én ezt nem értem. Szóval ez az értékrendszernek a teljes fölborulása. Miért nem olvasol addig? Miért TikTokolsz, meg csinálod az ilyen mindenféléket, ugye, hogy sok nézettség legyen? Haragszom ezért nagyon. Meg hát ez tipikusan a legrosszabb példa, hogy nem tudni, ez a Kölni Dóm vagy a Taj Mahal. Fogalmunk nincs. Mert nem az fényképezte, hogy hol van, hanem hogy én. A kutyát nem érdekel, gyerekek, hogy a szelfizés magamról egy képet minek? Legfeljebb a kvázi barátnőm mondja, hogy na már megint rántosodik a szemet, tehát nem éri meg. Na most, és a nonverbálisoknál, ugye mondtam, hogy a 55% az a látott információ, ez a testbeszéd öltözködés. A testbeszédről csak annyit mondanék el, hogy ezt a felső mellkasomat nem szabad bezárni, mert ez a figyelő részem. Tehát a sok férfi, ugye, váltam és a fülibe, oldalt jól ráncolódik, de érdekes. Hát nem hiszem el. Tehát le kell tenni a kezet, mellkasom, meg van ez az ilyen szabad rúgásfogás, ez a... Még ez is belóg, ez nem, elég alatt nyitom, zárom. Meg a zsebedugott kéz az azért haragszom rám, egyrészt nagyon csúnya. Uraim, beteszik a kezüket a zsebükbe, a nadrág hátul megfeszül. Nem minden férfi fenék szép. És hogy berakja, a zsebnek ez a vászon bélése, ez a kis kivillan, hát nem bírom levenni a szemem. Mert kénytelen vagyok megalkudni, persze, hát azt mondom, hogy csak férfiak vannak ott, konferenciaszünetben, mit tudom, én rendben van, de akkor begombolt zakóval. Kigombolt zakóval a pocimaci, begombolt zakóval, és nincs benne könnyékig, csak kézfejig. Ezt meg karból kell tartani. Na, a nőknél ugye a derék a kis táskánkhoz, nekünk az rengeteget segít, egy A4-es mappacat, valahogy a tol van a kezemben, már lent tud maradni. Tehát ezt nyitva kell hagyni. És egyébként pedig, hogyha valaki munkájánál fogva vendégekkel foglalkozik, a legjobb az a hátul összefogott kéz. Na most akkor mondják a lányok, hogy de látszik a két mellem. Hát jelentem kettő mindenkinek van, három mondjuk már tényleg ciki lenne. De azt jelenti, hogy figyelek rád. És embernek ennél drágább hírt adni nem lehet. Aki én rám figyel, hát az milyen rendes ember? Hát én rám figyel. Annak én mindent elhiszek. Na, én ezt ott fönn gondolhatják volt kipróbálni, de én Kőbányán lakom, 10 emeletes panel, 10 emelet az elszegényedett, tisztaságmárni a pletyka emberre jót nem mondanak, engem kedvelnek. Hát, ibik egy drága teremtés, ugye mérjó ez nekem az én lakásomban nehezebb betörni. Hogy értem én ezt el? Van a földszinten a Margitka. Kivétel nélkül minden közösségben van minimum egy Margitka. Rosszabb helyen kettő. Lehet, hogy férfi, áll a kapuba, ő a ház szervere, lemegyek, mondom, jó reggelt, Margitka, mi újság? Eddig eljut mindenki. A sikeres életúthoz 2 lépcsőfok visz. A mi újság után kezdjünk el mindig figyelni arra, hogy mit mond. Az emberi agy fiziológiailag maximum fél perc alatt megérti le, tehát fél perc alatt rájövök, hogy miről beszél, és a csúcsika, aranykulcsocskája, kifejtő kérdést kell föltenni. Tehát nem az, hogy igen, hanem hogy, és hogy történt, drága? Elkezdi mondani, hát nekem erre meg nincs időm. Tehát, és hogy történt, drága? Beszélünk majd még, jó? Puszilom. Az egész másfél perc, és nem tud rám haragudni, már ezzel kórházban is volt. És higgyék el nekem, üzleti életben is. Elmegyek ahhoz az illetőhöz, és mondjuk szembe fotelbe ülünk le. És a szembe fotelbe, hát ezt elmesélem, mondták nekem valamikor 30 év, hogy kösek életbiztosítást, nekem örökösöm, nincs, nem kötök. De nagyon jó a cég fogad, parlamentbe rendeltem be. Az ember a háttérrel eldönti, hogy kivel hol ül le. Nem mondom, átér a Kossuth téren, majd csak összemegy. Üzletkötő megjelent, innyakendő öltöny, tiszta cipő, uraim, ez a gyengém. Csillogó férfi cipő, hát én már mindent elhiszek neki.
és mert nem akartam kötni, a szembefotelbe tettem le, és vártam, hogy ő majd jön engem erre rábeszélni. Én meg majd megyek, mert én meg nem akarok kötni. Tanultga az ember, mit csinált, hátradőlve. Kedves Ibolya, ez a parlament, ez milyen gyönyör, és maga mindennap ide beléphet. Ez a márvány, ez az arany, meg ez a protokoll, kedves Ibolya, milyen érdekes munka lehet. Én meg szép lassan kezdtem előredőlni, és megkötöttem a biztosítást. Hát a nem lehet, tudom, hát szakmám, hát no, tudom, hogy manipulált, de nem lehet. A nevemet hallom, arról beszél, ami engem érdekel. Tehát amikor leülök itt szemben, valami, amit, jaj, de szép ez a szarvasagancs, hogy nyárvadászni, merre jár? Valamit, amitől ő mozdul meg, és akkor már nyert ügyünk van. Na, öltözködés. Tulajdonképpen sokan azt hiszik, hogy a protokoll az erről szól, de nem erről szól. Ez csak egy része, most már érzik, hogy csak egy része az öltözködés. Egy mondat, azt kell fölvenni, amit el akarok hitetni magamról, mert rám néznek és eldöntik. Fehérképpen egy vérnyomásmérővel orvos. Vérnyomásmérő nélkül az meg pék. Há, vagy hentes. Ránézek, eldöntöm. Tehát a szerepemhez kell nyilván, hogyha valaki, mit tudom én, sportáruháza van, akkor ő ne öltözön sportosan, mert ő nem sportol, hanem árulja. És a sportosság az most nagyon nagy. Sportos lény. Aki nem sportos, nem ember. Hát pedig azért az. Na de sportolni megyek én oda. A bankba bemegy farmerbe, pólóba, sportosan egy-két fekvő támaszt lenyom, már kamatláb. Nem lehet, a szerepemhez, a szerepemtől függ. Tehát azt mondom, hogy ahhoz kell hitelesnek lenni, amilyen szerepet én viselek. Azt kell fölvenni magamról. Én most a tanult emberre hegyeztem ezt úgy nagyjából ki, és nem az számít, higgyék el nekem, hogy mennyibe kerül, hanem hogy hogy tartja magát az elegancia. Az elegancia az nem pénzkérdése. Egy turkáló szoknya, blúz, egy sál, és lehet elegáns, ahogy tartja magát. Az attól függ, hogy hogy viseli azt a ruhát, és nem az, hogy mennyi pénzt vett magára föl. Tehát mondjam, legyen stílusa. Azzal meg az a baj a stílussal, hogy abból ki lehet öregedni. Mit tudom én, valaki 20 éves korában elhatározza, hogy bőrruhás roklédi lesz, és most meg már 70. Szóval nem, és még mindig bőrruhás roklédi. Tehát azt mondom, hogy az elegancia az, ami elegáns ember nem késik. Elegáns embernek az asztalán rend van. Elegancia bentről kifele jön, egy tartás kérdése. És ez sajnos ma már nagyon-nagyon keveset beszélnek róla, meg öregasszonyos szó, meg minden, pedig rengeteg értéke lenne. Lehet a nadrág is, de a lányok a nadrágnak le kell érni a bokáig. Boka fölött 10 centivel, vagy még rövidebb, hova viszi a figyelmet? Ugye, ahol különbözünk. Minden, ami a lábra viszi a figyelmet, ugye a lábrázás is, cipő, kibe, minden, az azt jelenti, hogy fiú van a környéken. Tehát a lábrázás, szexuális felhívás. Hát urak, mennek az országúton, ott állnak a lányok. Honnan tudja, hogy ki vár a buszra, és ki a munkanélküli szövön? Mi van a lábán? Nec, harisnya, piros cipő, vagy semmi, már ott vagyunk, és akkor szóval az, ahol különbözünk. A szoknya hossza, ugye az övnyi nem takar, ha nem mutat, szomban van, agyam nincs. A félcombig érő az a mini, akkor jó, ha valakinek hibátlan szép lába van, és nem múlt el 25. Na jó, 30, de itt aztán már vége van. A szép láb önmagában nem. És ebbe a félcombig érőben csak állni szabad, mondjuk hostess. Mert ebbe lehajol, mint nővérke a kórházba a ketteskéhez, egyes-két infarktussal viszik el onnan. Elegáns nő, különben is lányok, nem hajol, hanem gugol. Csak mondom, ugye a fenék látványa, az általam ismert összes kultúrában a fenék az a, hogy mondjam, termékenység jelképe. Tehát gugolunk és nem hajolunk. Tehát a térden fölött 2-3 centi az a tuti. És lehet, hogy most áthallás lesz az aktualitásokba. Egybe egész ruhát, csak nagyon vékony, kismellű nő vehet föl. Mert akinek már van kis bögyen, meg kis husi, annak már rá kell venni egy kabátkát arra a ruhára. Mert minél inkább az idomok jön neki, annál inkább a szexi, ami meg ugye a tanult emberhez nem igazán illő hozzá. Na, elmondtam. Igen. A lányok még egy, a tanult ember szerepben, lányok, ez a váll, ez soha nem lehet ki. Ez a vállöv, ez minden vallásban a nőt jelenti, a hús. Templomban be is kell takarni a vállunkat. Indiában erotikus szárit vesznek föl, aláveszik a kis rövid dúló pólót, ezt be kell takarni. Meg még egy, amit be kell takarni, mikor az első olyan kiló jön, aminek nem kellett volna.
vagy a második, vagy a harmadik. Az ide jön elsőre, nem a csípőre. És ezt ilyen disznóvágásból föliszomom, hát ez égtelen mennyiség. Tehát nyáron egy kis vékony top, és rajta egy kigombolt blúz. Az fog jobban hűteni, mert köztem mozog a levegő. A dekoltás, ezt meg tudja minden nő, hogy egy férfi számára a női arc, az valahol itt ér véget. Mondták, nem tanár, ott kezdődik. Hát ha kirakod a bögyödet, effektíve a bögyödhöz fog beszélni, mert nem bír máshova nézni. Én most nem azt mondom, hogy apáca az a másik, az ellenvélet. Nőies, de nem a dögös. Tehát mi nők ezt tudjuk. És a nőknél, hát ezt azért hoztam el, mert sokszor vitánk van, hogy a táskánkkal mit kell csinálni. Lányok, az asztalra soha se, íróasztalra se, étkezőasztalra, étterembe se, asztalra táskát soha. Ölembe, válfára, vagy íróasztalra, fiókjába, tehát valahova, sőt, még a földre is. Mondják, hogy a földre nem, mert kimegy belőle a pénz. Jelentem, én rengeteget próbáltam, és nem, bele sem megy. És ha már Erzsébet királynő Bözsi néni leteheti a földre, hát akkor már higgyék el nekem, hogy a földre inkább, mint az asztalra. És akkor a harisnya kérdése, van egy olyan könyvem otthon, hogy a nagyvilági hölgy tanácsai, 250 éves a könyv, ilyeneket tud leírni, hogy urinő nem fogja meg a kilincset. Hát jó sokáig kint meg bemaradnánk azért. Persze, hogy már megfogjuk, de egy férfi kinyitja nekünk, azt meg szoktuk köszönni. Ezért én, hogy urinő mindig harisnyában jár. Mondta, amikor földig ért a szoknya, és térdig a harisnya. Ezt ma már nagyon nehéz megoldani. Protokollfőnökként vagy azért szenvedtem 40 fokba, hogy harisnyába szétmegyek, vagy azért szenvedtem, hogy nem vettem föl, mit szólnak, és jött Diana hercegnő. Antal József fogadta. Diana az a térden fölül 2 centi a kis kosztüm. Fontos, hogy elől zárt, hátul pántos cipő, ez fontos. És én láttam, hogy nem volt rajta harisnya. Saját szememmel. Viszont egyenletesen barnult, sima, és nem volt a sarka főkérgesedve. Lányok, sima lebarnult női láb, és én mindenkit felmentek a harisnyáról. Nyilván ceremóniákra föl kell venni, és zárt cipő, tehát körömcipőhöz nyilván föl kell venni. És ha már cipő, ezt a papucsot már az első mondatomban, a papucsot már így megemlegettem, munkai papucs ez a... Megyek már, lemosom a csempét... Derekán a kardigán megkötve, mert hogy vesés. Jaj, megyek a fénymásolóba. Hát ebben minden nap szerda van. Lányok, benti cipő, mint fogalom, benti cipő. Holnap csütörtök. A benti cipő, pedagógusoknál is, hát elmondom, persze a pedagógusoknak is, és egy igazgatónő fölhívott pár napra, hogy Ibolya, már 3 tanárnő nem jár papucsba. Mondtam, van Isten. Tehát ez a munkahelyi papucs, fájós láb, hát akkor 2 pár cipőben van, és fölváltva használom, és ez évekig eltart, mert fölváltva, és a cipő váltásával van megint egyenes derekam. Tehát a benti papucsot azt nem bírom. Na, férfiak, tanult ember szerepben, a tanult ember, aki férfiből van, az ingnyakkendő, és az nyakkendőt ütközésig fel kell húzni. Ez a lelazított, az a másik, az már nem jó. És még azt mondom, amikor meglazítja, így le is húzza, azt hívják úgy, hogy letolt gatya, akkor már inkább vegye le, és ha nincs nyakkendő, akkor egy gombot meg kell gombolni, mert a begombolt így nyakkendő nélkül az a népi táncos. Tehát egyet meg kell gombolni, nyilván nem szügyig, és a gallért a férfiak soha nem hajthatják ki, annak mindig bevül van a helye. Azt nem szabad kihajtani. A zakónak a legalsó gombját nem szabad begombolni soha, mert úgy alá kap. Tehát lentről számítva az elsőt. Hát utána jártam, hogy ez miért is van így. 7. Edvárd, ugye 20-as évek nagy divat diktátora, mindig borzasztó elegáns volt, és ahogy pocakosodott, rájött arra, hogy ha begombolja végig, akkor az alja így... és ő találtak, hogy csak a lentről számítva az elsőt. Azóta ez így van, és ezt mindig beket. Egy férfi leül, akkor gombolja ki, meg különben tyúkmelluk lesz, és mikor áll föl, akkor egyet gomboljon be. Az a tanult ember mozdulata. Tehát föláll, egy gombot begombol. Nem kell kezdeni begombokozni, mint a parlamentben. Nem tudom, mit akarok mondani. Begombolom, ha majd csak a szembe jut valami, tehát egyet kell begombolni. Zakót levetni, azt a fogadó fél ajánlhatja föl. Tehát vendégként, hogy a demeleg van magánál, levetem, az úgy nem jó, azt a fogadó fél ajánlja föl. Üzleti életben előfordul, az önök mennek valami nagy emberhez, és a nagy ember képes önöket ingújba fogadni. Neki erre nincs joga. Hát a legbutább amerikai filmekben is vendég jön, előtte fölveszi az zakóját. De ha önöket meri ingújba fogadni, az a nagy ember, önök meg ott állnak öltönybe, egy perc múlva átmennek ilyen érettségizős hangulatba. Ha ő meri önöket ingújba fogadni, akkor az első metaszakaszban, hogy tényleg milyen meleg van, levetem én is, nem baj, ugye puf, levetem, és akkor a két ingúj már tud beszélgetni.
A férfi nadrág akkor jó hosszúságú, ha eltakarja a cipő, de nem ér le a sarokra. Ez elől fog vetni egy budgyot. Ha budgy nincs, a nadrág rövid. Ha túl budgy van, az már sok. A három budgy az meg már a harmonika. Egynek kell lenni. És ebből a képből látszik, hogy uraim, a tanult ember szerepben, még 40 fok melegben is, egy tanult ember szerepben, egy magára, magára valamit adó üzletember nem vesz föl térdigérő vászon ilyen bermuda gatyákat. De azért lányok, bermuda, vékony szőrös lábszár, zokni szandál, hát az egyszerűen szép, hát most mit? Tehát ott hosszú vászonnadrágot. Nos, és pár percem még maradt, ez a home office vizuális kapcsolatnál is. Nagyon kell tudni, hogy például hogy nézek ki. Na most, hogyha otthon vagyok home office, akkor is le kell zuhanyozni, föl kell öltözni, hogy na, mi lesz ma a munka, hanem ugyanúgy neki készülök. Tehát rend legyen az életemben. Lezuhanyozok, fogatmosok, reggelizek, leülök dolgozni, tehát legyen meg a ritmus benne. Hiszen pláne vizuális, hogyha engem látnak, és nyilván engem derékig látnak ott, hogyha videó kapcsolatban vagyunk. Tehát ez feltehetően egy ügyvéd, vagy bankár, vagy ilyesmi, mert fölül úgy néz ki, mint egy ügyvéd. Szóval legalább annak jön. És a lányoknál is ugye összeszedettség. Mi van a háttérben nagyon fontos, mi látszik a hátam mögött? És fehér fal elé kiülni azért nem jó, azért kockázatos, hogyha fehér fal elé ülnek ki, hölgyeim valami, és önökön fehér ing vagy fehér blúz van, akkor beleolvadnak, és akkor csak a feje meg a keze látszik, mint a régi fekete-fehér filmeknél, hogy ez a negatívba. Tehát fehér felé ki, mi van a háttérben? Tehát nyilván könyvespolc, vagy a cégnek a logója, vagy valami, tehát mi látszik a háttérben. És van még egy, ami nagyon sokszor hiba, tévében, Skype-on hívják a szakértő, és a Skype, és az, ahogy beszél a szakértő, így beszél, így. Hát mondom, ez olvassa. Hát mi történik? Neki le van téve maga elé a laptop, vagy ugye a tabletje, és óvatatlanul a szemkontaktust keresi a riporterrel. Hát a kamera meg itt van. Tehát a vizuális kapcsolatban a kamerába kell nézni, mert akkor látja, hogy ránézek. Unokákkal is Londonból beszélgetni, nem a gyereket nézem, mert akkor gyerek nem lát engem, hanem föl kell nézni a kamerába, akkor látja, hogy őt nézem. Nagyon sokszor sok minden probléma is lehet, ugye tilos ásítani, tilos enni, hát ugye az ásítás önmagában is szörnyű, azt jelenti, hogy unlak. Sok mindentől lehet, vércukorszint, levegő, mint tudom én mi, de hogy a figyelek rád a legpozitívabb az, hogy unlak, ez mindenkinek szörnyű. És ha valakinek ásít, nem a szájüleg látványos értő, hanem a tény, hogy ásít. Mert ugye így is látom, vagy így is. Akkor ha ásítani kell, akkor hajtsák le a fejüket, zsebkendő mögé. Tehát azt mostantól el kell takarni, mert borzasztóan sért mindenkit. Az evés, meg hát otthonról tartottam, a pandémia alatt egyszer tartottam előadást, mert nem tudtam kibontakozni, csak ott álltam. És ott volt nekem a 26 arc, és az egyik nő evett. Mondom, görög, maradj már magadnak, hát otthon van a szerencsétlen, hát most reggelizik, hát hagyjad már. De nem bírtam, mondom, jó étvágyat kívánok. Tehát nem. És ha már evés, egy utolsó gondolatom az evésről, azt hallották már azt, hogy láttad te már enni? Hiába Armani öltöny, Gucci cipő, Langinóra, minden, ez, hogy eszik ez? És akkor már tudom, hogy mit ért. És arról lehetne külön másfél-két-három arra is beszélni, de van egy, amit én szeretnék kérni, hogy nézzék meg saját magukat, rokont ismerős barátot is, mert már 10 emberből 4, legalább 4 úgy eszik, hogy fölteszi a villára a falatot, letámaszt, és ilyen olajfúró toronyszerűen így megy fölé, vagy a leves, az meg, vagy a folyék, hogy azt meg úgy kiebb tolja, és így. Vagy ilyen sittesen. Ezt egy jobb érzési meglátja, és sikongva elruhan. Én most nem azt mondom, hogy 2 könyv a hónom alá, ez a világ elmúlt. Fölrakom, fölé hajlok, de a könyökömet nem teszem az asztalra. Ez a könyök lerakás honnan. Magyar ember soha nem evett könyököt lerakva. Azt mindig meg kell emelni. Fölé hajlok, de megemelem a könyököm. Ez a könyök lerakás, szerintem ez a hamburgerből jött, ez a barassa ért, na mindegy, hamburger. Pár éve fölé volt egy reklámcég, hogy a MOL kutakon kézműves hamburgereket fognak árulni, és egy reklámfilmet csinálnak, és 2 videótonos focista eszi a hamburgert, én meg mondjam meg, hogy hogy kell azt enni. Hát mondom, én szívesen elvállalnám, de én még életemben nem ettem hamburgert. Szóval ragaszkodnak hozzám. Mondom, mennyire? Megmondták, hát mondom, ennyi, megtanuljuk, ezen már nem olyan. Internet, how to eat burgers, minden.
most már úgy elméletben tudom, meg ilyenek, de még mindig nem ettem, mert ezt nem lehet szépen ennek. Az a neve, hogy gyors étel. Ezt be kell nyomni. Hogyha túl nagy, akkor késsel kettivágom, de azt mondom, megint nyomom befele. Tehát ez a, szóval ez a könyök lerakás. Meg van még egy, ezt lányoknál figyeltem meg, egyre több lánynál, kicsajnál, leül az étkező asztalhoz, és fölteszi a lábát keresztbe. Hát ma ezt sem nagyon értem. Rántott sajt, földarabolja, lehúzza a kést, a villán ez még elmegy, majd a kés gondosan kívülbelül lenyalja, mert hogy leteszi az abroszra, nehogy összepiszkítsa, átveszi a villát, és így, hogy a dereka nem szakad ketté. Meg az, hogy evőeszközt nem nyalogatunk, hát ezt még kimondani is milyen szörnyű. A kapucsinós kanalat se. Leütögetem, de a fagyinál is lehúzom a nyelvem, de utána nem kezdtem nyalogatni a kanalat. Na, szóval érkezésről mondom, rengeteget lehetne beszélni, mit szendvicseket, hogy együnk állófogadáson, stb. Egyelőre ebben most nem maradt idő. Ez volt nagyon szűken, amit én mondtam, hogy egy nap. Egyelőre ennyi fért bele azzal, hogy tessenek kérdezni. Sok mindenről nem beszéltem, tessenek kérdezni. Igen? Azt szeretném megkérdezni, hogyha egy hölgyet kell megszólítani, vagy netalántán még rosszabb, írni kéne neki, és nem tudom, hogy férjezett vagy nem férjezett, sőt, az is kérdés, hogyha tudom, hogy nem férjezett, akkor mi a megszólítás? Rangasszony, hogyha a rangját tudja, akkor igazgatóasszony. Akkor, hogyha nem tudom a rangját, akkor tulajdonképpen nem szólítom meg. A tisztelt asszonyom egyébként beleférne, vagy kedves asszonyom, az beleférne, de hogyha olyan levelet kell írnom, ahol nincsen címzett, infókukasz vagy ilyesmi, akkor oda, ahova a megszólítást várná, abba a sorba, beleírom azt, hogy tárgy megkeresés, vagy felhívás, vagy valami műfajt írok be. Tehát itt, hogyha nem tudom a nevét sem, ha rangját sem tudom, akkor, ha rang, akkor rangú rang, asszony, igazgató asszony. Ha meg név, tehát Horváth Éva, akkor kedves Horváth Éva, vagy tisztelt asszonyom. Nyugodtan az asszonyomot használjam, mert a kisasszony már leírva, nagyon nevetséges. Azt már ne használja. A hölgyemet próbálnám meg, ami még stilos, levél, tehát ugye rágógumi, papucs, tiltás, tisztelt asszonyom, per uram. Jön. Tisztelt asszonyom, per uram. Nem mondom, nem dőlt el a kérdés. Tehát legyen valami külső fogalom. Tisztelt előfizetőnk, vagy valami közös fogalom. És még a másik, még a levelezésnél, a köszönettel a végén, köszönettel vesző aláírás, az kevés. Ez a köszike, puszika, csá, ez kevés. A megköszönés, az egy mondat. Előre is köszönöm válaszát üdvözlettel. Na mindegy, egyelőre ennyit tudtam válaszolni. Tessék még kérdezni. Igen? Köszönöm, kérdezni, hogy mostanában nagyon sokat hallok egy szót, és hogy ez normális-e, ez a lentem és fentem. Ezt mostanában kezdtem el hallani, hogy ez belefér-e a magyar nyelvbe. Lejjebb, a teljes azonos, hogy lejjebb, feljebb, a teljes azonos, ez már lehet lentebb, feljebb, ez a régebbi formája. A lejjebbnek a lentebb, az a régebbi formája. Tehát lehet használni. Ha csak ez bántana. Na, tessék, kérdés. Igen? Én sem protokollszakértő voltam, hanem protokollosztályvezető, főosztályvezető voltam, tehát protokollfőnök. És az én munkám nem az volt, amire most mindenki gondol, hogy miért nem nevelted meg. Én nem mertem oda, hogy miniszter úr, Isten áldja meg, hogy néz már ki megint. Amíg ő tőlem ezt nem kérdezte meg, én ilyenekben nem szólhattam. Nekem a ceremónia rendek, programok szervezése, díjátadás, ilyesmi volt a munkám. Tehát a rendezvényeknek a lebonyolítása, illetőleg a miniszterelnöknek a vidéki programjánál az előkészítések és annak a lebonyolítása. Tehát én nem voltam ilyen jellegű tanácsadó. Ilyen jellegű, amire most te gondolsz, ezek a kommunikációs szakembereknek kéne ezt megmondani, hogy ezt nevet föl, édesem. Annyi kommunikációs szakemberük van, mint égen a csillag, de nem merik megmondani. Meggyőződésem, nem merik megmondani nekik. Mert a hatalomba került ember, hát ez a meggyőződésem, hatalomba került ember, a hatalom az egy tudatformáló szellemi betegség. LSD-e, sehol nincs. A hatalomba került ilyeneket tud mondani, hogy drága, holnap ne essen az eső. Meg ilyeneket.
És akkor nem szabad persze esni. Az első 3 hónapban még meg lehet fogni, gyakorlatból tudom, de utána már tökre elszáll. Tehát a hatalomra került ember, ami a intelligencia kérdése, hogy ő bízik-e abban, aki neki tanácsot ad. Én nekem ez a meggyőződésem. Aztán, szóval erről ennyit. Tehát én nem neveltem őket. Na, akkor viszont befejezésképpen én szeretnék adni egy ajándékot, rám szánták az idejüket. Összefoglalva, hogy Márai Sándorról az egészről mit mondott, amiről én beszéltem, a formákról. A formákat pedig utolsó percig be kell tartani. Étkezés közben, társalgás közben, ágyban és asztalnál. És mikor mindegyre formátlanabbá válik az emberi együttélés, te maradj hűséges a köszönés, meghajlás, készfogás, véleményalkotás kialakult végső és kristályos formájához. Egy korban, mikor mindenki azt követeli, hogy öltsél formaruhát, te járj csak továbbra is zakóban, és este, ha éppen vacsorázni hívnak, ölts fekete ruhát. Nem a ruha, hanem a forma kedvéért. A műveltséget nem csak a könyvek mentik meg. A műveltséget a köznapok apró reflexei mentik meg. Amikor egy korszak fölemelt ököllel jön ellened, te köszönj vissza nyugodtan, udvariasan, úgy, hogy megemeled a kalapod. Nem tehetsz mást. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, nagyon aranyosak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, intim zóna. Köszönöm szépen. Ó, Anna. Köszönöm szépen, köszönöm, nagyon kedvesek. Köszönöm szépen.